Hamarosan 20. születésnapját ünnepli az a különleges támogatásrendszer, amelynek keretében idén 17 tehetséges fiatalt segít a 12. kerületi önkormányzat. A Bursa Ungarica elindításában Pokorni Zoltánnak meghatározó szerepe volt, és a hegyvidék polgármestere büszke arra, hogy a kerületben az elmúlt években több száz tehetséges fiatal életét, tanulmányait tudták támogatni. A települési önkormányzatok és a kormány, most az EMI adja a támogatást. Az arányok egy kicsit változtak, a minisztérium 5000 forintot, a mi önkormányzatunk 10000 forintot ad. Pályázni kell rá, szociális rászorultság alapján kapják meg a diákok, bizonyos tanulmányi eredmény kell hozzá, és örülök neki, hogy a hegyvidéki önkormányzat azok között van, önkormányzatok között van, akik elsőként csatlakoztak, és mind a mai napig kitartanak. Noha nyilván nem itt él a legtöbb rászoruló család, de itt is vannak olyan fiatalok, egyetemisták, akiknek fontos ez a havi apanázs, ez a havi kiegészítő ösztöndíj. A pénz fontos, de jelentősen növeli az esélyeket, ha emellé szellemi, szakmai támogatás és kapcsolati tőke is társul. Ezért örült az önkormányzat a Nemzetközi Szoroptimist Klub felajánlásának. A világ 130 országában mintegy 75 000 tagot számláló női segítőklub a Bursa Ungarica pályázaton is nyertes fiatalokat szeretné támogatni. Lehet, hogy valakinek egy külföldi ösztöndíj, egy külföldi utazás lesz segítség az előrelépéshez. Lehet, hogy valakinek azzal tudunk segíteni, hogy összekötjük egy szakma képviselőjével, és így betekintést tud nyerni, hogy gyakorlatban hogy néz ki majd az a pálya, amit ő választani szeretne. Lehet, hogy valakinek karrier tanácsadással, coachinggal tudunk segíteni. Úgyhogy a célunk az, hogy ne egyféle módszert erőltessünk mindenkinél, hanem inkább kevesebb gyereknek, fiatalnak segítsünk, viszont az ő igényeikre teljesen egyénre szabottan. A Bursa Ungarica, illetve a Szoroptimist Klub támogatásának nyertesei különböző egyetemekről jöttek. Ebből fakadóan más és más segítségben bízhatnak. Hásvirág Boróka arra készül, hogy a héber mellett az arab nyelvet is tanítja majd, és műfordításokra is vállalkozik arab nyelvről. Én az ELTE bölcsészkarán tanulok arab szakon, vallástudomány minorral, és ehhez kapom a támogatásomat. Én egy éves kisbabámmal vagyok otthon, úgyhogy ebből kifolyólag kapom a támogatást, és ebből kifolyólag jönne nagyon jó, hogyha például a mentorprogram tudna nekem segíteni összekötni olyan közeggel, ahol a nyelvet tudnám gyakorolni belföldön is, hiszen a kiutazás most egy kicsit problémásabb. A Bursa győztes fiatalok most találkoztak először a mentorprogram vezetőivel, és a bemutatkozást követően már személyes beszélgetésekre is sor került. Azt szeretnénk igazából, hogy ez a fajta hagyomány, ami megjelenik a klubunkban, és ami jellemző gyakorlatilag erre az egész kerületre, és ez a gyümölcsöző együttműködés, ami született közöttünk, ez igazából megvalósuljon ebben a mentorprogramban. Hosszú ideje dolgozunk együtt, de ebben az évben kezdtünk el itt a kerületben dolgozni, és egy csomó területen már együtt tudtunk működni. Úgyhogy remélem az, hogy a klubunk élete itt fog igazából felvirágozni, és segíteni fogjuk tudni mind az itteni kerületi embereket, mind pedig a kerület tud segíteni nekünk, hogy a világban mindenhova eljuthassanak azok a gyerekek, akik gyakorlatilag a kerület lakosai. A jövőre 100 éves Szoroptimist Klub budapesti szervezete nemrég egy különleges rajzkiállítást is szervezett a hegyvidéken, és rendszeres találkozásaiknak is a kulturális szalon ad helyet.